mai előadás az számomra egy utalomjáték, akármennyire is. Hát meghirdetett előadás, és egy kicsit az év vége felé, mert ugye Kerecsen az mégiscsak az ősi magyar év végét jelenti. Számomra is ugye ez az utolsó magyarság előadás lesz ebben az évben. Szóval egy pici összefoglaló is egyben. Az Isten magyarjai sorozat utolsó darabját hallják, az nem azt jelenti, hogy ezután nem fogok tovább dolgozni vele, hanem azt jelenti, hogy ez a legutoljára készült dolog, ami persze nem azt jelenti, hogy ez a legutolsó, de ez lehetett volna az első is. Ugye maga a cím is ezt mutatja, a magyar nyelvet beszélő berzsenyi idejében, amiről most fogok beszélni, hát ez még természetes volt. Olyan volt, hogy a nagyanya mondta az unokájának, és ez ugye a generációs történelmi átadásnak egyik fontos módja volt. Tehát berzsenyi korában még az őstörténet szitja alapokon nyugodott. És ugye ezeket a szitja alapokat ugye meg is tanítják a gimnáziumban, hogy az Isten adta a nép szitja indulataitól, végül is a szkitákat szitjaként említik. Napóleon is megrettent, kitűnő stratéga révén nagyon jól tudta, hogy micsoda fegyver a dicső múlt a nemzet kezében. Az egész Isten magyarjai sorozatom azért keletkezett, mert ez a tudás valahogy elveszett, és ezeket próbáltam mozaikként összerakva újra kreálni, és hát ugye egy egyszemélyes vállalkozásként egyfajta magyar enciklopédiát csinálni belőle. Ennek a magyar enciklopédiának azonban története van. A történet úgy kezdődött, hogy ugye Berzsenyi mindenki számára gimnáziumi érettségi tananyag. Érettségi tananyag, és ugye megjelent a Berzsenyi összes művei, Berzsenyi Dániel összes művei című kiadvány többször. Egy utoljára a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában, és nem fogják elhinni, az összesből hiányzott valami. A hiányzott valami az azt jelenti, hogy próbáltam ezt a valamit kikölcsönözni, és azt mondták, hogy hát itt a Szabó Ervinben nincs, menjek be a központi könyvtárba, mondom. A gimnázium érettségi anyagból, amit Berzsenyként tanítanak, nincs valami meg, és nem kerül bele a Berzseny összesbe. Szóval nagy költőnk, Berzseny egy kevés is, mert nem kölcsönözhető írásában. Tudják, mit mondtak a könyvtárban? Nem most történt, nem olyan régen történt. Azt mondták, hogy helyben olvasható 3-7 előjegyzés van rá. Mondta, hogy nem jó országban vagyok, remélem sok irodalomtanár van itt. És ugye pont a kitakarja Berzsenyi összes művében, amint a Szépirodalmi Kiadó egy ilyen fülként odaírta, hogy benne van minden. És egy 20 oldalas valami hiányzik belőle. Ez a 20 oldalas valami, ez hát a magyar nyelv őstörténetével foglalkozott. Meg a szkita erkölcsökkel. És akkor elmentem arra a helyre, ahol a Berzsenyi ház található. Szóval a szkita őstörténelemnek azokat a részeit, amelyet még 1849-ig ismertünk, azok említenek ebből a könyvből egy részletet. Ezt a részletet ezt felolvasnám. Kutatásaim során örömös tapasztaltam, hogy a magyar nyelv és az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja. Ja, csak ez hiányzott a Berzsenyi összesből. De ez csak egy mondat volt a tanulmányból. Na most, itt a Berzsenyi emlékházba viszont volt szerencsém valami miatt a múzeumban, a mondat. Kint volt a múzeumnak az oldalán. Ezt a múzeumot ugye, hát az emlékházat, mert Egyházas Hetyén Vas megyében van, tehát egy nagyon látogatott múzeumról van szó,
De ott legalább ez a mondat ebből a tanulmányból szerepel. Tehát, ha tetszik, ha nem, uraim és hölgyeim, Berzsenyi Dániel indexen van. Még mindig. És akkor mesélnék valami mást is, mert ugye később majd látni fogják, hogy a Szitja erkölcsökhöz ennek mi köze. Hát egyszer elutaztam Olaszországba, természetesen több út volt, de az első megdöbbentő, ami itt tapasztaltam. Van Olaszországban egy hely, úgy hívják, hogy Casa di Principe. Casa di Principe az egy terület Benevento környékén, és itt egy olasz csoporttól, akik beszélgettek, némi segítséggel kaptam egy történelmi leckét. Gondolják el, nem tudnak magyarul, de a magyar történelmről beszélnek, és elmondanak valamit a helyiek a magyar történelmről, amit a magyar történelmi kutató nem tud. Hát rögtön fölment bennem a pumpa, hogy mi az, amit ők tudnak Casa di Principébe, és mi nem tudunk. Na most a történet úgy kezdődik, hogy a magyar király neve latinul és németül Matthias Corvinus. Ugye olaszul Mattia Corvino. És ez az olasz város Mátyás király ideje alatt megtelt magyarokkal. Ma már nem beszélnek magyarul, akkor is csak az első generáció beszélt magyarul, de magukat nagyon büszkén Corvinónak nevezik. Na szóval véletlenül betévedte ide, és akkor folytattunk egy ilyen beszélgetést, természetesen sok olasz segítségem volt hozzá, és nem hittem el. Szóval Casa di Principe Nápolytól 25 kilométerre fekszik, Campania régióba, a Caserta tartományba, és lakói nem magyar nyelven, hanem olasz nyelven emlékeznek egy olyan történetre, amelyet első menetben nem hittem el. Szóval beszélgetés közben egyszer csak az egyházra terelődött a szó Mátyás király kapcsán, és valahogy a koronázás került elő, most nem a koronázásról esett szó, de arról a koronázásról, ami a koronával történt. Arról a koronázási időszakról, és meséltek egy pápai történetet. Hát én ezt a pápai történetet úgymond, mint magyarság kutató, így tágra nyit szemmel próbáltam érteni, vagy megérteni. Aztán utána jártam, volt egy segítségem a pápai könyvtárba, és a fenti történetet a finnugor elmélet fejfájára szállom. Hát tanulságot. Szóval nevezik Corvin Mátyásnak. A Corvinus nevet ugye Mátyás király címeréről kapta, ami hát egy gyűrűt tartó hollót ábrázol magyarul, ugye latinul Corvus, olaszul ugye Corvino, nevezik igazságos Mátyás királynak, nevezi a köznyelv egyszerűen, mint Mátyást, a királyt. Ugye Hunyadi Mátyás az, aki Kolozsváron született 1443-ban és Bécsbe 1490-ben fejezte be földi pályafutását. Szóval Mátyás 1463-ban a bécs-újhelyi megállapodás értelmében 80 ezer aranyforint váltsági ellenében visszaszerezte a Szent Koronát Frigyestől. Jó, 80 ezer aranypénz, ennyit fizetett érte. És ezt azért tette, hogy ezzel a koronával megkoronázzák. És itt az olaszok szépen elbeszélgettek egymás mellett, és egyszer csak azt mondták, hogy hát ugye utána néztem a pontos dátumnak, 1464. március 29-én Székesfehérvárot megkoronázzák Mátyást. És a koronázás után kelt egy pápai dokumentum,
amelyre emlékeznek Casale Principe-ben a Corvinok. Ugyanis ez a pápa azt mondta Mátyás királynak, a pápa ebben a dokumentumban Mátyás király Rex Scythiének hívta. Mondom, lehet, hogy rosszul tudok. Mert én végig Hungariról, tehát valami Hungáriát kerestem. Nem. 1464. március 29-e után pár nappal keletkezett pápai dokumentum, ő Mátyás király Rex Scythiének hívta, azaz Scythia királyának. És akkor, hát ugye megindult bennem a tudathasadás. Hát végig Magyarországról tudunk, Hungáriáról, meg erről. És a pápai dokumentum, aki az ősi tudás birtokában van, ezt a helyet Scythiának hívja. Mit tudott ő, amit mi nem? És mi történt azóta, hogy egyáltalán ma tudományos kérdés az, hogy húzzuk itt a folytonosság. Mert kérdés, lehet, hogy ők nem lapozták a dokumentumot, de azért nevezzük néven a pápát, mert ugye meg lehet találni. Második Paulinusról van szó, ez második Pál, nem tévesztendő össze János Pállal, tehát ebbe ugye egyszer már beleestem, és megkérdezték, hogy hogy élhetett olyan sokáig János Pál. Semmi gond, én vettem a lapot. Ez ugye második Pál, és második Pál dokumentumában a Mátyás királyunkat Rex Scythiének nevezi. Na most, tehát a történelmi hamisítás jóval korábban kezdődött a szkítákkal kapcsolatban, mint azt gondolnánk. Mátyás király idejében, hogyha a pápa is Scythiának nevezte ezt az országot, latin nyelvű szövegben, tehát ahol nem lehet azt mondani, hogy nem, sőt, Scythia királyának nevezi Mátyás királyt, akkor ők tudtak valamit, amit később valahogy elfelejtettük. Mert ma azt mondanám, hogy én Scythia polgára vagyok, hát azért megnéznének, hogy az melyik ország, és mutassam az útlevelet. Lehet, hogy meg is tudnám mutatni. Majd rá fognak jönni, hogy miért. Szóval Mátyás király a Corvináknak otthonadó híres könyvtárát, ugye mindenki, de mindenki ismeri. Nem csak Olaszországban, hanem a reneszánszal foglalkozók mindegyike. Na most, ez a könyvtár 2000-2500 kötetet számlál, és megtaláltam egyfajta becslésre vonatkozó adatot. Az adat arról szól, itt egy reneszánsz írónak a leveléről van szó, aki azt mondta, hogy Mátyás Corvináinak minden darabja meghaladja a darabonkénti 1000 aranyforintot. Rögtön működött bennem a matematikus. Ugye az előbb, hát volt egy magyar korona, amit visszavásároltak 80 000 aranyforintért. Na most egy korvina az 1000 forint. És azt mondtam, hogy a teljes könyvtár gyakorlatilag 2000-2500 kötetet számlált. Ezzel a kulturális beállítottságunkról szerettem volna gazdasági mérleget vonni, ahogy modern módon, menedzser módon meg szokták csinálni a dolgot. Szóval Mátyás király uralkodása idején a Budai vár és a Visegrádi vár udvara Európa egyik reneszánsz központjává vált. És hát emiatt van a szobor Budapest igen markáns helyén, a várban. És ez a szobor, ez a szobor ugye Antonio Bonfinit ábrázolja. Ő ugyanis ennek a reneszánsz udvarnak egyik mestere volt, sőt, bizonyos korvinák a nevéhez köthetők.
Ezekben a korvinákban lapozgatva Marcus Junianus Justinus munkáit használva Antonio Bonfini, aki 1486-ban Magyarországra jöve, ahogy az írás mondja, úgy, mint Beatrix királyné felolvasója, Mátyás király krónikása lett, és írásba foglalta Skita erkölcsöket. Tudják, ez érdekes? Megjelent a krónikának a magyar nyelvű fordítása. És tudják, mi hiányzik belőle? A Skita erkölcsök. Úgy gondoltam, hogy a latinul nem tudó és a teljes könyv állományhoz hozzá nem férők számára, hát elmondanám azt, ami ebben szerepel. A kódexet is nevezzük néven. Ugye a kódexen, amire hivatkozok, szerepel Antonio Bonfini mellképe. Ezek alapján készült a Budavárban lévő szobor. Ez a Biblioteca Corviniana, bocsánat, Philostratus kódexe. Ez töredékesen került a fordításba. Tudják, mi hiányzik belőle? A Skita erkölcsök. És akkor már nem bírtam tovább, mondom, mi a bánat az, ami zavarja az embereket a Skita erkölcsök ismeretében? És hát a következőt olvastam. A skiták nemzete, ez Antoni, tehát olasz írta magyarokról, a magyar király udvarában az orosz reneszánsz idejében, amikor két reneszánsz udvar működött itt Magyarországon. Az egyik úgy szólt, hogy a skiták nemzete harcedzett, megfékezhetetlen, nem ismeri a fösvénységet és a nagyra vágyást. A legyőzöttektől semmit nem követel a dicsőségen kívül. És az igazság náluk, ezt az alkotmányozóknak üzenem, nem törvényekkel volt elfogadva, hanem jellemükbe volt oltva. Ez is érdekes adalék a Skita erkölcsökhöz. Nem volt nagyobb gonosz tett náluk a lopásnál. Az arany után, ezt a Bonfinit idézem a helyről, ugye az erkölcsüknél fogva arany után nem futottak, és egyébként igen mértékletesek, önmegtartóztatóak, és a természettől fogva becsületesek voltak, aláírás Antonio Bonfini. A Skita erkölcsökről. Még mindig Bonfinit idézem, de azért tennék oda néhány Skita ugye relikviát. Itt a dombor művek részletessége is sok mindenről elárul. Sok mindent elárul a Skita erkölcsökről. Semmi olyat nem szerez magának, aminek elvesztésétől féljen. A győznek semmit nem kívánnak a dicsőségen kívül. A fáradalmakhoz, mint a háborúkhoz hozzáedzett nemzet volt a Skita, testi erejük mérhetetlen, Antonio Bonfini. És akkor hát egy lovas szobor mellé tettem a következőt. A hivatalos történelmi tudomány szerint a skiták iráni nép, ókori lovas nomád nép időszámításunk előtt a 7. századtól, hát jegyzik őket, amikor valószínűleg a rokonok általuk előzött kimmerek helyére települtek. Fekete tengertől északra, a Don és a Duna közötti sztyeppe volt a szállás területük, amelyet időszámításunk előtt a 3. században ugyancsak rokon szarmaták foglaltak el tőlük. Hát egy kicsit ez nehezebben ment, mert ugye ezt a Magyar Tudományos Akadémia dolgaiból szedtem ki. Aztán fellapoztam az Enciklopédia Britannicát. Az Enciklopédia Britannica megjelent magyarul is. Na most nem fogják elhinni, egyetlen cikkel hiányzik belőle. Az angolban benne van, ellenőrizzenek. Sőt, a magyar Wikipédiás fordításból is ezt a részt kihagyták. Nem tudom, hogy mi történt. Na most én biológus vegyészmérnök vagyok, tehát kerestem valamit. Tehát feltettem azt a kérdést, hogy
milyen időt állatokra tekint vissza az itt a történelem. És akkor biológusként fellapoztam a tönkölyt. Ugye a tönkölyről a magyarság azt írta, hogy az életneve tönkölj. És akkor lexikonban következő van. A tönkölyi buza nemesítésének ismert tényei adják ezt a dátumot. Az Enciklopédia Britannica szerint a királyi szkiták időszámításunk előtt 12 ezer évvel ezelőtt őscirokból nemesítették az ősbuzát és a tönkölyt. Egymás mellé tettem a két könyvet. Mondom, mi a bánat van? Ugye időszámításunk előtt a 7. század, meg azért a időszámításunk előtt a 12 ezer azért vagy különbség. Matematikailag is. És ez annyira fontos volt, hogy Ulászló idejében, ugye 1498-ban belefoglalják az alkotmányba. Ma az alkotmányozásnak nagy divatját éljük, de abban az időben az alkotmányozás volt egy közös célja. Így került bele Ulászlónak a törvénykönyvébe az, hogy hát milyen fontos a tönkölyi búza. Tehát annyira fontos volt a tönkölyi az élelmezés szempontjából, hogy vulgó tenker néven, mivel latin nyelven íródott a dokumentum, belefoglalták az alkotmányba, hogy mindenki számára, minden szkíta számára elérhető táplálék legyen. Most itt voltam magammal, ugye, egy időszámításunk előtti 7. századdal és egy időszámításunk előtti biológia. Ugye az anyagtudományok mindig arról híresek, hogy objektívek, politikamentesek. Történelmi tudományokról meg gondolok valamit, hogy mindig a győztesek írják valamiképpen. És azt gondoltam, hogy hát ennek a nagy luknak, mert azért időben hatalmas luk van közötte, utána nézek. És akkor elővettem egy indiai könyvet. Ugye, és feltettem azt a kérdést még mindig, hogy kik voltak a szkíták, és mit írnak róluk a legrégebbi írások. Itt látható a Vishnu Purana angol nyelvű kiadása, és mellette az eredeti, amely, hát ugye tudják, pálmalevélre íródott. Hát ma már annyi sorstársunkat vitték ki jóslattal a pálmalevelek világába, hogy hát annyi ugye oldal sincsen a védikus könyvtárban, és hát legkevésbé a védikus könyvtárakban a jóslatok vannak benne. De maradjunk a tényeknél. A védikus irodalom művei közül a Puránákat az univerzum történelemkönyveinek nevezik, ugye a Purána egy részleten látható. A Purána szó maga a szanszkrit szó, és azt jelenti, hogy ősi. Na most az ősiből ugye főnév lett, és a főnévből pedig történelemkönyv, mert ugye az ősi dolgokat rögzíti. A Maha Puránában 18 könyv van, 6 Szatva Purána, 6 Rajasa Purána, 6 Brahma Purána. Brahma Puránát érdekes módon Bihar környékén Támasza Puránának nevezik. Ugye, és el is mondják, hogy miért, mert kik támaszkodnak rá, hát a brahmák támaszkodnak a dologra, a tudására. Szóval a Szatva Purána az egyik indiai szent könyv iratának egyik kötete, a Vishnu Purána, Óin történelemkönyv a következő szöveggel rendelkezik. A szkítákat szakáknak, szákiáknak nevezi, és szaka névvel illeti. Igen, ám csak a puránáknak a keletkezési ideje az egy kicsit még a 12 ezer előtt van. Na most a tudathasadás maradt továbbra is, mert ugye találtam egy olyan adatot, ami 12 ezer év időszámításunk előtt mögé tűnik. Találtam egy olyan adatot, ami a történelemtudomány időszámításunk előtt 7. századdal datál, és van egy biológia könyvem, amiben ugye az őscirok nemesítéséből, amiből ugye majdnem megbuktattak, mert a növénytant a biológusként ugye elég nehezen bírtam magamével tenni. Nyilvánvalóan azért, mert nem a növénytan miatt mentem biológiára, hanem az embertan miatt.
de ez egy másik kérdés. Szóval itt van három dátumunk, és nem tudjuk az igazat, és mind a három könyvben van. Hát a történelemtudománnyal foglalkozók azt mondják, hogy a Koránák, vallási szentkönyvek következésképpen a hitelességük semmi. De már az enciklopédiára nem merték azt mondani, hogy ez így van, és hát ha jól emlékszem, a Tudományos Akadémián a két tanszék egymástól egy emeletre van. Az információ áramlásnak ez a része, hát egy kicsit lassan megy. De azért az indiainak még azért néztem tovább utána. A Vishnu Puránában szerepel egy szkíta történet, ugye a szkítákat szákjáknak nevezik, és ugye Buddha volt a szákja nép szülötte. Igen, csak ők dével mondják. A világon két olyan nemzet van, aki Buddhát mond. Az egyik a németek. Szerintem őket követve mondjuk mi is. Talán emlékszünk azokra az időkre. Szóval Közép-Ázsiából vándoroltak be, és új területeket hoztak létre, és a Vishnu Puránában az áll, hogy hát volt egy területük. Úgy hívták, hogy Magúra. Ez ma Bihar tartományban van. Nem Hajdú-Biharban. A név hasonlóság az ugye a véletlen műve az akadémia szerint. A Vishnu Puránában az áll, hogy a szkíták, a szákák népe ébred fel elsőként és viszi a tüzet más földekre. És évmilliókkal ezelőtt ők vitték körbe a fényt. És akkor megint bajba voltam, hívtam indiai testvéremet, hogy most mi a bánat van, hogy ez mennyi ebben a szanszkrit szövegben. És akkor már ugye maradt a tiszta matematikai közlés, és akkor fogta a papírt, nem szólt semmit, és leírta a milliót. Na most itt kezdődött a következő tudathasadás a szkítákkal, hogy a Vishnu Purana szerint, hát évmilliókkal ezelőtt ők vitték körbe a fényt. És nem lehet azt mondani, hogy nem igaz, mert megvan az eredeti forrásban. Csak hát évmilliókkal ezelőtt gyakorlatilag a mi történelmünk emberi civilizációt, legalábbis ilyen szintű emberi civilizációt nem ismer. Vagy lehet, hogy ők voltak az előző emberiség. És ugye elfelejtettünk gondolkodni? Nem tudjuk. Nem tudjuk. Meghagyjuk a vallási szöveget azoknak, akik a vallási szövegnek minősítik ezt. Minden esetre a növény nemesítési ténnyel nem tudnak vitatkozni. Vallási szöveggel lehet. És akkor feltennék egy az arany kiállításon szereplő tárgyról egy nyomatot, egy dombor nyomatot. Itt éppen az egyik szkíta a másikat másik sebével csinál valami. Gyönyörű a fémművesség, mert arról beszél, azt mutatja, hogy olyan finom, részletesen kidolgozott jelenetet ábrázol, amelyben ugye az orvos ellátja a betegét, de közben az arca is azonosul vele. Tehát osztozik, úgymond a fájdalmába. Ezt azt gondoltam, hogy ennek most az első gondolatra nézve nincs is nagy jelentősége, de kiderült, hogy mégiscsak van. Görög forrást idézek. A Herodotosz szerint, Herodotosz persze elfogadja mindenki, mert Herodotosz a történetírás atya, de tudják, hogyha elfogadják, akkor jobb azt a részt kihagyni belőle, ez történt a Korvináknál, ez volt a Szkítia királyával kapcsolatos történetnél is, de Herodotosznál azt olvassuk, hogy a szkíta szeretetnek három fokozata van, már az erkölcsiségről beszélek régóta. Ugye az első a testi szeretet, amit az ógörög Erosznak hív, szerintem ez meg is maradt ez a szó. A második szeretet az már ehhez képest, a testi szeretethez képest egy magasabb szintet képvisel. Ez ugye a lelki szeretet, vagy baráti szeretet, nem felebaráti, baráti szeretet. És ezt ugye a görög filiának hívja. És a legmagasabb szintű szeretet,
az, amely a szellemi szeretet, amelyre a görög külön szót használ, mint a legmagasabb szintű spirituális szeretet, ez az agápé. Jó. Megismerkedtünk ugye a szkít a szeretet erkölcsének három fontos momentumával, csak elfelejtettünk valamit. Egykoron, és ez üzenet a most ott lévőknek, minden állami intézményen ott volt a szkíta értékrendre való utalás. Ez azt jelenti, bármilyen állami intézmény volt, rajta szerepelt ez a jelkép. És bizalmam az ősi erényben, az pontosan erre vonatkozott. Ma már az új kormányépületeknél mindegy, hogy milyen kormány volt, milyen színű, milyen szagú, csak a műemlékvédelem jó voltából van a régi építményeken. Mi történt? Szóval az angyalt annak ezt a részét betűzgetve, ugye a szkíta erkölcsök, mert arról szól, hogy bizalmam az ősi erényben, eszembe jutott ugye a Puránának az a szövege, hogy a magyarok küldetés egykoron az volt, hogy vigyék körbe a fényt, és tanítsák, hordozzák ezt a fényt, tanítsák az emberiséget, és hordozzák körbe a lelkiséget az egész világon. És akkor volt egy aranykiállítás. Az aranykiállítás képét mutatom önök szerint. Itt volt egy magyar szkíta aranykiállítás. Nem. Nem. A következő. A középkori magyar krónikák ugye Szkítiában vélik felfedezni ugye az őshazájukat. Egyúttal a magyar népet a szkitáktól származtatják, aki lovás nomád népként vonult be a történelembe. Majd uralmuk alá vonták az egész eurázsiai sztyeppét, ugye a kazasztáni lelethez hasonló lelet előkerült Magyarországon. Hallottak róla újságcikket? Látták? Egyetlen rövid cikk, egy helyi sajtó számolt be, ugyanilyen fejedelmi szkíta leletet, ilyen lelethez kísértetiesen hasonlót találtak Balatonudvari és Fővenyes határában. Azért nem hallottak róla, azért nem állították ki, mert a hozzátartozó rétegeknek az ideje az a honfoglalás előtti idő. Jóval a honfoglalás előtti idő. És ilyenkor ugye működik az emberben a összerakja a történetet. Mátyás király idejében tudják, hogy itt van Szkítia. Találnak itt szkíta fejedelmi jelvényeket azelőtt, hogy itt egyáltalán a honfoglalásnak nevezett esemény történt volna. És meg is van a hely, Balatonudvar és Fővenyes határában. Ugyanis ez egy fejedelmi ivókürt. Ehhez hasonlót mutattak. És akkor mutatnék még valamit. Ez egy szkíta szarmata korona, és hát ma a háborús terület, ahol előkerült, közvetlenül a magyar határ környékén. És ugye a szkitákról tudjuk, hogy halottaikat ritkaság száma menő lenyűgöző aranytárgyakkal együtt temették el, és a nagy tiszteletnek örvendő fejedelmek sírjai fölé óriási földpiramisokat emeltek, amelyet ugye kurgánnak, halmoknak neveznek, és ezekben a halmokban tárgyakat találnak, ékszereket, ruhákat, fegyvereket. Tehát aki ezeket a halmokat föltárja, hogy egy kicsit modern módon mondjam, hát a ékszer és ruha kultúráról közvetlen dizájn kap. A fegyverviselésről is közvetlen információi vannak. Még mindig nem hagyott nyugodni a dolog, hogy hány éves is ez a szkíta történelem. És akkor nem fogják elhinni, fellapoztam a Bibliát. A Bibliában ugye az áll, hogy Dáriós király
vagy ahogy mi ismerjük, Dareios, mert ugye görögösen tartják nekünk a történelmet. Hát ugye Dareios kincsei a leggazdagabb embert jelentették. De meséljük el azt a történetet, amire a Biblia is, mint a leggazdagabb emberre hivatkozik. Ugye időszámításunk előtt 513 első Dareios perzsa király a szkiták ellen vezetett hadjáratot, és seregeit majdnem elveszítve vissza kellett vonulnia. Miért kellett visszavonulnia? Mert a szkitáknak volt egy nagyon híres módszerük, amely hát a döntő csapás elkerülése érdekében, a döntő csata elkerülése érdekében az utánpótlási vonalakat elvágta tőlük. Ez Dareiosnál is tökéletesen sikerült, úgyhogy nem csak itt, hanem a pozsonyi csatában is ugyanezt a módszert csinálták, és eredménnyel. Annyira eredménnyel, hogy ezt a taktikát ezt tanítják a West Point Akadémián, de nem csak ott tanítják, mert a Szentszíri Katonai Egyetemen is tanítják, tehát Trianon országának katonai liceumában tanítják ezt a stratégiát 13 másikkal, ami ugye a pozsonyi csatánál volt, és Dareiosnál is volt. És akkor a festmény, amit itt látunk, egy icipici tárgyra mutat. A világ leggazdagabb embere mohó szemmel veti rá magát erre a tárgyra. Ezt a tárgyat ugye a szkitákkal elszenvedett veresség után a szkita király békeajándékaként láthatjuk. Na most a tárgy az, nézzék meg, a tálcához képest is kicsi. Mégis a világ leggazdagabb embere Dareios, vagy Dareios, a Dareios kincseinek birtokosa. Mohó, hát vágyjal néz rá. Nyilvánvalóan nem az aranytartalma miatt néz rá, hanem a benne lévő munka miatt, a megmunkálás miatt, a fényművesség miatt néz bele. Ez arról szól, hogy a szkíták messze híresek voltak a fényművességükről, amely a perzsa időkben is híres volt. És a perzsa idők is megemlítik. A perzsák minden sztyeppén élő nomád indo-iráni népet szakáknak neveztek, a görögök ugyanezen matadika alapján szkítáknak hívtak őket. Azonban Herodotosz leírja, és ez nagyon fontos, megvan DVD-n, és ez elég gyönge kép, és ráadásul a felirat hiányzik róla, ami szerintem akármennyire is furcsa, mert a kép alának sokszor fordul elő, de arról szól a dolog, hogy a görögök minden sztyeppén élő népeket, és ezt Herodotosz is idézi, szkitáknak hívtak. De volt egy fontos mondat, ami megint kikerült ebből a szövegösszeg, sőt a magyarság oldalakon sincs rajta. De a szkiták közül megkülönböztetnek 4 népet. Húha! És ezt meg is találtam. Sajnos a vetítés az nem a legerősebb része a mai előadásnak. Ugye az első csoportot Saka Tayari Padrájának, azaz szakáknak hívják, akik a tengeren túlon élnek. A tenger alatt ugye a Fekete-tengert értik, és az európai szkítákat hívják úgy. Bocsánat, perzsa könyv Kárpát-medencében szkítákat. A második csoportot a Saka Haumavarga képezi. Ugye ez a Homa tisztelő szakákat jelenti, őket a történelem indoszkítáknak hívja, és a harmadik csoportját, a hegyes sügelgű szakákat, a szakát tigraszaudákat, pedig az Amudarja és a Szirdarja közötti dahák és masszagéták. Ez a lovas, mostani lovas beszámolóhoz tökéletesen illik az előttem lévőhöz, tehát még külön is köszönöm a képeket, amit hozott, csak ő mondjuk nem ebből a szempontból közelítette meg a témát.
és a szakátájári pará szugdám, az a szakák, akik a szogdiadénen, a szírdarján túlélnek, őket szakáknak, vagy szakaraukáknak hívják. És akkor kereskedtem térképeket. Tudják, a térképek sok mindent elárulnak, ki mikor készít milyen térképet, és milyen történelmi térképet. Itt az indo-iráni népek történelmének egy részéről készült Krisztus előtt 500 körül készült térképről van szó, de ha megnézik, a teljes szkíta államalakulatot egybe kezeli egészen a Kárpát-medencébe. Tehát nem volt üres a Kárpát-medence soha. Sőt, a Kárpát-medence jégkorszak alatt a legsűrűbben lakott terület volt. Na most, időszámításunk előtt 310-ben Agápiász hagyott hátra egy írást. Szinte szó szerint a hunszkíta azonosságot fogalmazta meg. De idézzünk a 1848-ban készült fordításból. Ezt nem véletlenül mondom. Mindazok a barbarus népek, kik az Immauson belül laknak, szkítáknak vagy hunnusoknak neveztetnek. És itt még itt vannak kutatók, a hunszkíta folytonosságot vizsgálják és keresik. És időszámításunkat 310-ben. Görög forrás, ami jól olvasható, tehát nincs vele probléma, leírja. Az Immaus, azért, hogy helyén legyen a dolog, ugye az a Himaláját jelenti, Hima a havát jelenti, és ugye a havas, a hóly fehér gyémántja, ahogy a buddhisták mondják. A Kárpát-medence okori népei között pedig hát számtalan olyat találunk, akik faji azonossága egyszerűen benne van ebben az írásban. És nézzék meg a térkép is, a szakákat, a szalmatákat és szkítákat egyetlen államalakulathoz rakja. És ez direkt nem magyar. Ugye, mert ha magyar térképet lettem volna, akkor az az első dolog, hogy ez elfogult, politikailag elfogult. A térkép egyébként a Brit Egyiptomi Intézet jogoltából került hozzám. És akkor mutatnék még olyanokat, akik a keresztények is ismernek, és valahogy nem fogadnak el hiteles forrásként. Alexandriai Kelemenről van szó, aki Krisztus után 150-ben látta meg a napvilágot, és 215 körül halt meg, és a Nőklapja rendszeresen tehát közdi az írásait. Na most a Nőklapjából Alexandriai Kelement vegetáriánusként és a házasság teológusaként ismerjük. Én azért ennél többet szeretnék elmondani róla, ami nem azt jelenti, hogy nem fontos ez a dolog, hanem arról van szó, hogy hát ez egy más szemlélet. Jó vegetáriánus volt, és a házasság teológia alapjait fektette le, és ugye itt három kép látszik belőle, tehát mind megtalálható az ortodox, mind pedig a keresztény kultúrkörben. Alexandriai Kelemen eredendően görög teológus, majd püspök és egyházi író volt. Egyetlen fönnmaradt, töredékesen fönnmaradt teológiai munkáját, azt azonban nagyon szeretem, Klemésznek hívják, a Szőnyegek címmel fordították le, vagy lehet fordítani, és ez a Szőnyegek egy kicsit olyan, mint hogyha a szkítákról hát lerántaná a szőnyeget, és elmesélne mindent. Szóval ez egy ókori anekdota gyűjtemény, amelyben a szkítákról egy csomó anekdotát mesél el. De én nem az anekdotákat szeretném elmondani, hanem ilyen apró mondatokat, ami benne van. A szkíta vitéznék, a szkíta szabad, a szkítára sem a szószaporító, sem a csevegő nem jellemző, hanem bölcsességgel élő, szabados életmód, józanész, találó beszéd a megfelelő. És a legfontosabb dolog következik, Alexandriai Kelemen
leírása szerint az érc keverésének tudását a szkíták találták fel. Tehát maga a fémművesség és erről szól maga Bölcs Leó is. Bölcs Leó a fémművességen kívül a szkíta harcmodorról beszél. Ugye a szkíták nagyon óvatosak voltak, tervüket titokban tartották, a kedvező alkalommal kilesték az ellenséget, és nem csellel, hanem meglepetésekkel, a szükségletek elzárásával igyekeztek legyőzni. Ugye ezt egy katonai beálló vállappal a stratégiai utánpótlási vonalak elvágásának módszereként mondja. És akkor ezzel már meg is van a három krumpli csillagom. Tehát ugye népes és szabad nemzet minden kényelem és élvezet fölött arra törekvő, hogy ellenségei ellen magát vitézül viselje. Ez az utóbbi fordítás még 1848-ban létezett. Ugye itt látható egy részlete a Scita pectoralisnak, ugye ez egy meldisz. A meldisz az ugye az egész mellett betölt, egy kicsit olyan egyiptomias meldisz, de ez egy picin részlet belőle. És milyen gondosan a fémművesség minden részével ki van téve. És hozzátettem egy ókori forrást Krisztus előtt 472 és 390 között Corillius pontosan, hogy szépen ejtsem ki a nevét, bár ugye az angol szász használók ugye minden magánhangzót ugye próbálnak egybe rakni belőle. Na most az ő munkájában az áll, hogy a jó legeltető szákok származásra nézve szkíták lakták a buzatermő Ázsiát, és vándorpásztorok, ama igazságos embereknek voltak a gyarmatosaik. Aztán nézzük tovább. Arisztotelész is írt a szkítákról, és itt már a pektorálé nagyobb részét mutatom. Ez még mindig ugyanannak a pektorálénak a része, ez azt jelenti, hogy ez a fémbűvesség remeke. Ugye Arisztotelész, a görög tudós és hadvezér, Nagy Sándor tanítómestere, ő írta a pusztai népekről, hogy a szkíták népe volt az első, aki egyedül élt közös törvényeik alapján. Ezt az Európának üzenem, akik ugye nekünk akarják megtanítani az Európai Unió kapcsán az alkotmányozást. Amíg ugye ez az uniónak megfelelő gondolat, mint kélyes gondolat, még kélyes gondolat sem volt, már volt egy belsőleg elfogadott törvény, ami alkotmánya szerint éltek a szkíták. A szkíták voltak az elsők, akik egyedül éltek közös törvényeik szerint. Ezt egy másik történetíró is megörökítette az utókor számára, ez Szolibol volt Krisztus előtt 350 és 250 között. És azt írta, hogy a szkíták népe az igazság náluk nem törvényekkel volt elfogadva, hanem jellemükbe volt oltva. Philarchos, görög történetírót szeretném megidézni a következő szkíta tárgyal kapcsolatban. Midőn a szkíták aludni készültek, tegezt vesznek elő, ha bú nélkül telt el a nap, akkor fehér kövecskét dobnak a tegezbe, ha bajjal telt el, akkor feketét. A meghaltaknak a tegezeit pedig kihozzák és megszámlálják a kövecskéket. Ha fehérek nagyobb számban találtattak, mint a feketék, akkor boldognak magasztalják az elhunytat. Érdekes, hogy ezekről a dolgokról, Philarchosról, Philarchosnak erről a részéről, erről a művéről például nem készült magyar fordítás. Ugyanis ebből származik az a mondásunk, hogy jó napunk a tegezből van. Ilyászok talán emlékeznek rá. És ugye,
ha már a Szpíta lovasi jászatról esett szó, akkor a Brüni apát évkönyvét említeném, amely így szól a szkítákról. A férfiak ütéssége mögött nem marad el az asszonyoké sem, mert amazok, a pártusok és baktriaiak országát, asszonyaik pedig az amazonok országát alapították meg. És akkor jön a szkíta kiállítás legnagyobb tévedése. Ezt is szeretném megmutatni. Ehhez azonban ismerni kell a történetet, úgyhogy a szkita asszonyok nem voltak kevésbé vitézek, mint a szkita férfiak, hiszen pontosan Reginoi apát évkönyve írja róla, hogy ha az ember a férfiak és asszonyok visel dolgáiban szemügyre veszi, egyenesen bizonytalan, hogy melyik volt náluk a híresebb nem. Ezt azért mondom, mert a következő történet az úgy szól, hogy itt egy levágott fejű istenséget akartak a kiállításon bemutatni. Hát a dolog nem így néz ki, és ehhez a kiállítás résztvevőinek el kellett volna olvasni szicíliai Diodorosz munkáját első században. Ez egy terjedelmes világtörténeti munka, a bibliotéké a könyvtár nevet kapta, és ez a mitikus kortól egészen ugye Krisztus előtt 54-ig Julius Cézár Galliába vezetett hadjáratáig dolgozta fel a történelmet. Szkitiában olyan kitűnő nők királykodtak, hogy úgy gyakorolják magukat harci dolgaikban, mint a férfiak. És akkor jön a történet következő része. Kürosz perzsa királyt egy királynő koncoltatta fel. A történet a királynő története. Tehát nem istenséget fejezett le, hanem a király, akit lefejezte, az Kürosz király, és a királynő, azt itt a királynő koncoltatta fel, és ő vágta le a fejét. Ugye ezt vitézségként említik meg a csodák. Na most vannak görög forrásaim. Ő görög, de római névre hallgat, Lucianus a neve, ugye Samosatában született, ez Commagene tartományát jelenti, és görög műveltségű szír volt a római területen. A történeti író pedig egy orvosról mesél. Toxarisnak hívták, vagy Toxirisnek, a szkita bölcsek, ugye az aténiak hívták így. Ő egy vendég szkita orvos volt, akinek a síremléke felett az ő tiszteletére fehér lovat áldoztak. És később, amikor ott jár Lucianus, az emlékoszlopon hajdan egy szkita férfi volt kivésve, a bal kezében íjat, a jobb kezében pedig egy könyvet tartott, az életkönyvét, és ma a földön fekszik az oszlop, de még mindig koszorúzva van a sír. Ugye ez Lucianus feljegyzése. És akkor még valamit szeretnék ebből az erkölcsről elmondani. Egy másik forrás. Ez a vérszerződés magyarázata. Ja, idő van. Hát a fél időt azt nem fújnám el érte, de majdnem sikerült fél ideig teljesíteni a dolgot. Tehát utoljára még a vérszerződést szeretném megmutatni, és még egy kockát kérek a végéből az előadásnak. Ugye a szkita barátok, itt Toxarisz orvos szavait mondjuk, sokkal hívebbek, mint a görögök, mert többre becsülik a barátságot, mint emezek. Ha pedig választottak valakit, akkor következik a szövetség. Ez egyébként a vérszerződés alapja, ez nagyon fontos. Hogy ezután a legnagyobb eskü következik, hogy ezután egymással fogunk élni, ha kell, egymásért fogunk meghalni. És így cselekszünk, mihely bemetszvén ujjainkat, csöpögtetjük a vért, és kardjaink hegyét bemártva egyszerre iszunk mindketten belőle, és utána semmi sincs, ami elválasztana bennünket. Hát sajnos az előadásnak az a része, ami
Hát a félművességről szólt, az sajnos kénytelen vagyok időrövidsége miatt elmondani. És a Herodotosz negyedik könyvével szeretném bezárni a mai előadást. Herodotosz ugye több helyen is, itt a Bécsi Akadémia előtt ez tökéletes. Bécsi Akadémia előtt ülünk, és ugye Bécsi Akadémiának volt egy történet írója, egy bizonyos Fritz Zahermayer. Ez a Fritz Zahermayer a következőt írta brit kollégájával egy egyetembe, hogy az európai népek tanító mesterei a Kárpát-medencei szkíták voltak. Ez az a hely, ugye ez a Kuciszthoisches Múzeum, ahol hát ugye őrzik a mi nagy szentmiklósi kincseinket, és itt mondta a Zahermayer. És utána néztem a dolognak, Herodotosz negyedik könyvében ír a Kárpát-medencei szkítákról. Sőt, a Kárpát-medencei szkíták, amely Európa szkíta államalakulata volt, és úgy hívták, hogy Karapát, a fekete szkíták földje. Pát ugye földet jelöl. Ma már ezt a földet a geológia szótárába száműzték. A Kara az a fekete szkítákat jelentette. Tehát azt a helyet, amelyet ez a hegy körbevett, az a fekete szkíták földje volt, és ezt övező hegyet nevezték el a szkítákról Kárpátoknak, Karapátnak. Herodotosznál azt is megtaláljuk, hogy a Kárpát-medencei szkíták, Herodotosz negyedik könyvében van benne, a Kárpát-medencei szkíták első királya Targitaosz volt. Na most a görögök, ha hát mondanak, akkor ahhoz, hogy hangsúlyos legyen a H, mert ugye a görögben a H néma, elé tesznek egy T betűt. Tehát így lett Targitaosz belőle kiejtve. És minden jövevényt szóhoz az Oszisz képzőt rakják hozzá. Persze ez nem görög nyelvlecke akar lenni, hanem magyar nyelvlecke. Mert ez azt mondja, hogy a Kárpát-medencei szkíták első királya Hargita volt. Sőt, aki ezt nem hiszi el, az annak azt mondom, hogy olvassa a további részleteket. További részlet azt mondja, hogy azt a hegyet, ahová a Kárpát-medence szkíták első királyát eltemették, az a hegy róla kapta a nevét, és úgy hívják, hogy Hargita. Ez ugye Hargita története, ez azt jelenti, hogy az első szkíta királyság, európai szkíta királyság központja Erdély volt, és az első szkíta királyt Hargitának nevezték, és azon a hegyen temették el. Sőt, hogyha még kapok egy percet, akkor olyan forrást mutatok még, ami földrajzilag helyén nevezi ezt a területet. Két perc. Hát. Na most... két perc. Jó. Na most egy görög forrást mutatnék, egy táblával egyetembe. Mindjárt kivetítésre kerül, és akkor... Ugye ez egy szkitát ábrázoló görög tányér. Herodotosz történetírás atya azt mondja, hogy Kárpát-medencében írtek a szkiták. A szkitákat néven is nevezi, Agátürszöknek hívja. Agátürszökről a történelem szkita géta népcsoportként beszél. A negyedik könyv 48. bekezdésében az áll, szkita ország legnagyobb folyója az Ister, ugye Istergámról mindenki tudja, hogy miről beszélek, és közli azt, hogy az Isterbe folyik a Tifészász, a Tisza, és az Agátürsz szkita területektől a törzsektől Erdélyből folyik ide a Máris. Na most a három dolog összetéve megmondja azt a földrajzi alakulatot, ahol az első szkíta királyság volt. Azzal kezdtem, hogy hát talán még emlékeznek rá az előadást, hogy a szkíta erkölcsökről, az első szkíta királyságról,
szkita törvényekről beszélünk, és nem véletlenül nevezte második Pál ezt a Kárpát-medencét, és a Kárpát-medence királyát, Mátyás király Rex Kékélynek. Köszönöm szépen!